Üdvözletem mindenkinek itt újra, Gred! Mai napra elhoztam nektek a Wufu Drag kittet. Ugye egy UFOS tankkal érkezett, 40 tesztelő közé bekerültem, úgyhogy Magyarországon elsőként nálam láthatjátok ezt a csodaságot. Egyszerűen, amit el tudok róla mondani, most üzemeltem be, ugye ezt majd látni fogjátok most nem sokára, ugye unboxinggal mindennel együtt, de most a reviewra térjünk át, hogy ilyen fajta készülékkel ugye még nem találkoztam, amiben van jeans chip, és egyáltalán még Wuput nem is használtam, úgyhogy megnyert, teljes mértékben megnyert engem a Wuku. Ugye ez maga a U-Force-os tank, ami rajta van, illetve a Drag 2. Egyszerűen hihetetlen egy tank ez, illetve mod. Úgyhogy mindenkinek teljes mértékben tudom ajánlani. Ugye a Gene Chip lehetővé teszi azt, ugye ezt még a videóban is elmondom, ami majd nem sokára következik, hogy ugye ami benne van chip, az ugye a kezdőknek is kedvez, mert a Shotspur KB teljesítményt ugye be tudja állítani magára a tankra, és nem kell azzal vacilálni, hogy most túl magasan hajtom-e, nem elhajtom el túl alacsonyan, stb., mert magának beállítja az egészet, úgyhogy egyszerűen fenomenális, ugye ez a kis mod kit. Hello, kit. De hát most térjünk is át arra, hogy mi van benne ebbe a dobozba, mit található benne, illetve nézzétek meg, és hogyha van rá egy fajta lehetőségetek, akkor mindenképp vegyétek meg ezt a fajta modot, illetve kittet, mert egyszerűen hihetetlen. És ezt nem tudom elégszer mondani, hogy ez szerintem végre megtaláltam a megfelelő kittemet, amit fogok használni folyamatosan, mert ez a fajta kit a nekem megfelelő, szerintem. Gőzmennyiségben is nagyon odaver. Teljesítményben is. Ez a fajta kis Subom tank, ez is valami hihetetlen, illetve a 8-10-es drip tip ugye, ami a tetején van. Szerűen kegyetlen. De nézzük is meg! And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fifth. I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down. Itt van ugye maga a készülék, ami az eredeti draghez képest nagyon lekerekített formát kapott. Ugye itt minden oldalán lehet látni, hogy teljesen le van kerekítve, míg a másik azért eléggé hegyes, illetve széles volt. Egy nagyon erős mágnes tartja oda ugye az aksi fedelet. Itt ezen a részen nem lehet sehol látni mágnes részt, hanem csak egyszerűen oda tapad. Nagyon erős mágnese van, ahogy lehet is látni, ami ugye garantálja, hogy semmi nem fog elengedni, miközben benne van ugye az aksi. Most ezt tegyük félre egy kicsit, nézzük meg, hogy mi van benne még ebbe a dobozban. Kaptunk egy ilyen kis borítékot. Amiben
ugye jelzi, hogy gene chip van benne. Itt van ugye a tanknak a használati útmutatója. Van hozzá egy warranty card, de hát ez minek? Nem hiszem, hogy tönkre fog menni, és itt van Rack 2-nek a használati útmutatója. A dobozban ugye a szokásos ógyűrűk, egy-két csavar, illetve a coil, ami még pluszba hozzá van, egy micro USB kábel, illetve a U-Force-os tank. Itt alul még lehet benne találni a dobozban egy 2 mm-es plusz üveget. Ugye ez a tank 5 ml likvid befogadására képes. Ugye ez 28x 54 mm-es ez a tank. Alul van a levegőző része. Tetején, mint ahogy megszokhattuk, topfilles betöltése van, ilyen csúsztathatós kis cucc. Tankot, hogyha szétszedjük, elvileg elég könnyen le lehet szedni ezt az üvegrészt, pontosan, nagyon könnyen lecsúszszan róla. A porlasztó, amit kapunk vele, az egy U2-es porlasztó, ugye itt jelzi, hogy minimum mennyi likvidnek kell benne lennie. Itt a hátulján van, hogy 0,4-es ellenállással dolgozik, 40-től 80 watt, a legjobb az az 55-től 65 wattig bezárólag, és ugye egy dupla vertikál coil van benne, illetve ami plusz porlasztót kapunk, az tripla mesh coil van benne. Úgyhogy egyből szerintem ezt fogjuk felhasználni. N3-as, ugye ott is ott van minimum jelzés, illetve 0,2-es ellenállás, 65-től 100 watt a megfelelő lényegében, ugye, hogy mennyiben lehet használni, a legjobb az meg a 75-től 85 wattig. Úgyhogy ezt a mesh porlasztóra ki is cseréljük. És ezzel töltjük vissza. Előtte ugye benedvesítjük egy kicsit. Nem szabad sokat rátenni, maximum 3 csöppöt szabad, nehogy elásztaljon. Így ni. Így, és már eléggé nedves, és lehet is látni. És ezt így visszatekerjük rá. Nos, térjünk vissza egy kicsit a Greg 2 külsejére, illetve a dolgaira. Ugye az eredeti Drag az 90x54x24 mm-es volt, amíg ez 88,3x 51x26,5. Ugye ahogy láthatjátok, egy kicsit ilyen kerekített verzió ez, illetve a vaksiknak egy kis plusz levegőző rész. Valamilyen szinten ugye középre került az 5-10-es csatlakozó, amit lehet látni, hogy nem is teljesen középre sikerült ezt föl rátenni.
de minden esetre nagyon szép kis mod. Az eredeti drag az 204 grammos, amíg ez 158 grammos. Két darab 18650-es aksival működik, ugyanúgy, mint ez. Illetve az eredeti a 157 wattot tudott, ez meg már 177 wattig képes elmenni. A Gene chip, ugye, amit mondtam, hogy az van benne, a chip lehetővé teszi az ideális watt meghatározását, és ez egy kis segítség a kezdőknek, hogy ne legyen túl sok, illetve túl kevésre a watt szám. Most tegyük is bele az aksikat, nézzük meg, hogy milyen maga a belseje. Na tehát gyorsan belerakjuk az aksikat, ahogy azt illik. Egy aksi, és két aksi. Csokoládé! Úgy. Ráraktuk. És nézzük is meg ugye a modnak a belsejét, ugye ez a watt mód, amit egészen 177-ig föl tudunk vinni. Úgy. Hiába nyomjuk a fölfelét, nem fordul át, tehát vissza kell teljesen mindig pörgetni, amennyi watton éppen akarjuk használni. Én átlagban úgyis olyan, hát ezt a fajta tankot szerintem olyan 70 watton fogom csinálni. A lezárása az a fel és a tűzgomb. És a feloldása is ugyanúgy fel és tűzgomb. A settingsbe, vagyis a beállításokba úgy tudunk bemenni, hogy a fel és a le gombot egyszerre nyomjuk. És akkor itt be is léptünk a settings részébe. Ugye ez a watt mód a legelső, a memória mód, ott láthatjuk a szériál számot, illetve a verzió számot. Ugye mi egyből belemegyünk a watt módba, mert úgy fogjuk használni. Gyorsan teszünk bele egy kis likvidet, alul levegőző elzárva. Kész! Nyomunk rá egy ilyet, és megnézzük, hogy mekkora ohmot ismer. Ugye itt ki tudjuk választani, hogy új coil van-e benne, vagy régi. Természetesen újat tettünk bele, úgyhogy igen, új coil van benne. 0-21-es ellenállással dolgozik. Kinyissuk a levegőzőt. És már lehet is hallani, hogy dolgozik a kicsike. Ugye ez a Gene chip, ami benne van, ez gyors tüzelésre is állítható, úgymond. És most egyet beletesztelek, hogy milyen, ugye fogásra nagyon szép, nagyon könnyű, tűzgomb ott van a helyén, mint hogyha marokba fognád az egészet, és egyszerűen fenomenális. Azt még elfelejtettem mondani, hogy van ilyen fit opció, ami, hát nem tudom pontosan, hogy mit jelent, ezt majd úgyis idővel meg fogom nézni, és be fogom mondani. Na, megnéztem, hogy mikre jók. Ugye az első az az íz, a második az a gőz, és a harmadik az meg az aksi kímélésre ideális. Itt nem tudunk semmire rányomni amúgy. Csak ugye, hogy tűzgomb. Ebből nemes egyszerűséggel úgy tudunk kilépni, hogy háromszor megnyomjuk. Ugye itt ki tudjuk választani, hogy milyen húzal van benne. És belépünk a TC részre. És itt a watt számot úgy tudjuk állítani, hogy 4 klik, és ott lehet állítani a wattot. Ugye lehet látni, hogy most 70 watton van, illetve 75 watt.
és három klikkel tudunk visszalépni ugye teljesen a watt módba. Utolsó szónak engedjétek meg, hogy megköszönjem a Vupunak, hogy a kezem közé kerülhetett ez a fajta csoda, és hogyha tetszett ez a videó, természetesen nyomjátok meg a like gombot, feliratkozás, folyamatosan vannak elcigis bemutatók, illetve még egy-két dolog, amihez éppen kedvem szottyan, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, én Gred voltam, ez pedig volt a Drag 2 Kit bemutatója. Szevasztok! Van itt minden ecigi, meg live-ok a videó utányon elsupott mellé egy lájkot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők. Itt a Gred, itt a Gred, itt a Gred. Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó utányon elsupott mellé egy lájkot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők.